a kezet. But you know what they do? They open themselves up to the enemy. De tudjátok, mit csinálnak? Céltáblát adnak saját magukat, teszik céltáblába az ellenség számára. Rebellion can do us great damage. Hát a lázadás nagy károkat okozhat. You need to resist the enemy. Az ellenségnek ellen kell állni a mi életünkben. First of all, James 4:7. Először is Jakab 4:7. Jakab 4:7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőle. First thing is submit yourself to God. Tehát először is, hogy alárendeled magad Istennek, engedelmeskedsz Istennek. What that means is, Lord, I'm yours, I'll do whatever you tell me. Ez azt jelenti, hogy Isten, ha tiéd vagyok, azt fogom tenni, amit mondasz. You just say it, Lord, I'm doing it. Uram, mondd meg, és én megteszem. And I'm convinced we all know what God wants us to do. Meg vagyok győződve, hogy mindannyian tudjuk, hogy Isten mit vár el tőlünk. You may not know as much of the Bible as your pastor does. Lehet, hogy nem ismered annyira a Bibliát, mint a lelki pásztorod. But you do know what God wants you to do. De tudod, hogy Isten mit vár el tőled. And it's not the areas that we don't know that hurt us. És nem azok a területek okoznak fájdalmat, amiket nem ismerünk. It's where we won't submit to God that hurts us. Hanem amiről tudunk, és mégsem rendeljük alá magunkat Istennek, az fog kárt okozni. Is there some area of your life that God is saying, I want you to do this, and you're saying no? Van az életednek olyan területe, ahol Isten azt mondja, hogy tedd ezt, és te meg azt mondod, hogy nem. Submit, give in. Rendeld magad alá, és engedj neki. Just listen, he's a friend. Isten a barátod. He loves you. Szeret téged. He cares for you. És törődik veled. When you submit to him, you're putting yourself in the right place. Mikor neki rendeled alá magadat, akkor jó helyen vagy. And when you stand against him, you're putting yourself at the mercy of the enemy. Mikor ellenállsz Istennek, akkor már is az ördög karmaiba helyezted magad. And the devil has no friends. Az ördögnek nincs barátja. It's not like he's going to take care of you. Ő nem fog rólad gondot viselni. Watch the people that give themselves to him. Nézd meg, hogy mi lesz azokkal, akik neki adják magukat. He uses them and destroys them. Kihasználja őket, majd pedig tönkre teszi. I honestly think God is love. Őszintén így tudom, hogy Isten a szeretet. And I think Satan is the opposite. He is hate. Az ördög ennek az ellentéte. Ő a gyűlölet. Why would you give yourself to him? Miért adnád magad neki? Submit yourself to God. Szánd magad alá, rendeld Istennek alá magadat. It may seem hard. Lehet, hogy nehéznek tűnik. But when you do it, there's that peaceable fruit of righteousness. De amikor megteszed, akkor az igazságnak békességes gyümölcsével fizet. So submit yourself therefore to God, resist the devil, say no. Tehát engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, mondjatok nemet. Sometimes you need to say that loud, no, I'm not doing that. De a hangosan is ki kell mondani, hogy nem, nem akarom, nem teszem meg. Resist the devil. Állj ellen az ördögnek. And God promises you, he will az Isten megígéri, elfut tőled az ördög. You have power. Tehát hatalom áll a rendelkezésedre. When you're in him. Amikor Istenben vagy. When you walk with him, you have power to tell the enemy to go. Mikor Istennel együtt jársz, akkor hatalmadban áll azt mondani az ellenségnek, hogy menj innen. And he must go. És akkor mennie kell. Don't play his game. Ne állj vele játszani az ő játékát. Don't let sin into your life. Ne engedd be a bűnt az életedbe. Ephesians 6:18 says that we are to pray, and really it's part of the armor. It's talking about praying for victory over the enemy. És Efézus 6:18-ban arról olvashatunk, ami egyébként a hadifelszerelésnek, a páncélzatnak a része, hogy imádkoznunk kell, hogy az ellenséget legyőzzük. And we need to pray for each other. Imádkoznunk kell egymásért. Because the roaring lion is out there. Mert ott van kint az ordító oroszlán. In fact, if it was a real lion, it'd be easier for us. Sőt, ha igazi oroszlán lenne, még könnyebb lenne a dolgunk. But the fact that he's invisible. De az a tény, hogy ő láthatatlan. Makes it worse. Az csak ront a helyzetet. But as much damage as you think a real lion could do. Tehát, hogyha el tudod képzelni, hogy mekkora kárt tehet egy élő, látható oroszlán, egy állat. Satan will do more. A sátán is létező, és sokkal nagyobb károkat fog tenni. He'll take and destroy your life. Ő tönkre teszi az életedet. He'll leave you with nothing. És ott hagy üresen. Don't give him any advantage at all. Ne juttass el előnyt az egyáltalán. The Bible says be strong in the Lord and in the power of his might. Azt mondja a Biblia, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. There is strength available to you to stand against Satan. Tehát rendelkezésedre áll ez a hatalom, hogy ellenállhass a sátánnak. Stay close to God. Maradj közel Istenhez. And the enemy has no power. És az ellenségnek nem lesz hatalma felette. Walk close with him.
all your days. Járj közel az Úrhoz minden nap. And when you get it wrong, és amikor tévedsz, don't wait till you have your devotions the next day. Akkor ne várd meg azt, hogy következő nap áhítatot tarts. Lord, that was wrong. I shouldn't have done it. Forgive me, and He'll take it away. Hanem azonnal mondjad, hogy Uram, ez rossz volt, nem kellett volna ezt tennem, bocsáss meg nekem, és ő elveszi ezt tőled. See, our Heavenly Father knows us. Ami mennyei Atyánk ismer bennünket. And He knows what we need. És tudja, hogy mire van szükségünk. And He's made it possible for us to win. És lehetővé tette, hogy győzzünk. Don't let the enemy win over you. Ne engedjük, hogy az ellenség győzzön. Let us pray. Father, thank you for this time. Thank you for this dear people.